jó színűség mellett ott van a két színűség is. A jó színűség igazából nem az, aminek látszik, csak egy arca. Sajnos tapasztalatom van, történik, és szemedben megvan ez, és utána teljesen más a dolog, és esetleg kihasznak, átvernek. Eléggé felhígult, én azt hiszem, ilyen szinten a székely társadalmunk is. Ezt szomorúan kell mondjam, de én ezt látom, hogy ez sajnos így van. Van visszaút ebből? Hogy látod? Nem látok rövid távon visszaútat belőle. Tervezel azt, hogy itt hagyod a szülőföldet? Egyáltalán, tehát ez még gondolatnak is rossz az, hogy én itt hagynám a falut. Székely embernek zöme azt tartja, hogy ha nem tudsz káromkodni, akkor vegyék kecskét. Van benne valami igazság. Buenos días, señores, ¿cómo estamos? Sziasztok! Csíkszent Tamáson járunk. Csíkszeredától 22 km-re északra található Csíkszent Tamás, Gyergyó Szent Miklós és Csíkszereda között. Mögöttem látható Csonka-torony Árpád-kori Szent István építettet, az ő rendeletére építették az emberek. 1534-ben jelent meg először a pápai 11-ben Santo Tomá néven Csíkszent Tamás. Hol itt állunk dombon belül, alatt a domb alatt található a Feneketlen tó. Most is látszik, hogy nagyon szépen forra víz. Bugyborékol, azt mondtad. Tehát ezek szerint ez valami termál. Igen. Dolog. És hogyha van valami barátságtalan ember, akkor bedobjuk oda, és akkor esetleg megfő. Hát épp annyira nem meleg. Ja, hát akkor ez nem érdekes. Vagy lehet, hogy a hús lefoszlik róla, mert bugyborúk és savas, meg kénes, meg mit tudom én. Ez, ami úgy mondják, hogy a hévíz. Hévíz, oké. Okay. Hévíz, és hát annyira, hogy télen nem fagy be. Tehát itt a környező patakok, ami nem ebből a tóból ered, az mind befagy. De egyedül ennek a tó, amit táplál a patakokat, az soha nem fagy be. Akármilyen hideg is van. És lehet belőle inni? Inni, persze. Na. Ha most nem lenne körbekerítve, akkor megkóstolnánk, de most inkább megyünk akkor tovább, mert tényleg várnak minket. Csíkszent Tamásról még azt szeretném elmondani, hogy a lakók 98%-a magyar anyanyelvű, és túlnyomó többségünk pedig római katolikus. Na, akkor most kik lesznek a következő delikvensek? Két idős hölgy, Székelykopon átmegyünk, igen, beavatás mondod, megtörténik. Imecs Anuska néni. Imecs Róza néni? Nem. Okay. Róza néni? Nem Róza. Milyen Róza? De Róza. Képtestvér, lánytestvér, akik nemzetközi hírnévnek örvennek, annyira tudnak, igen, végtagokat visszatenni. Igen. Csont Kovács. Menjünk. Nem akar jutni a szénbe. Mi különbség van a villagén és a póka között? Az pikans, mondja, mit no, van. Persze, legyen szíves. Mi kitaláljam én? Na megmondom, na mondjuk. Az, hogy a villagén puszik hiba hóba és a póka hóba. Jó, akkor ez most.
akasztják a hóhért, ugyanis most derült ki, hogy életemben először egy, na inkább nem mondom tovább, Balázs egy elég nagy rendezvényt hozott össze, úgyhogy nem tudom mi lesz. Kezdődik. Kérem szépen, itt vagyunk a Csíkszenttamási éjszakai meeting vége felé. Balázs barátom összehozta, amit én nem gondoltam, hogy össze fog hozni. Úgy döntöttem, hogy nem fogom veletek megosztani a ma estét ebben a vlog formátumban, hogy fúrjon benneteket a kíváncsiság, hogy mi történt itt, és lehet, hogy a következőnél viszont készítünk egy-két jó kis anyagot. Balázs, mi ragadt meg ebből az utolsó néhány percből, illetve a mostani találkozásokból egy mondatban, légy szíves. Hát, ami engem úgy megragadott, hogy vannak fiatalok, aki érdeklődnek, és úgy láttam, hogy itt érdekel titeket, tehát hogy nem mindenkit annyira, mert jó. Elég aktívak voltak, onnan szűrtem le, hogy érdekel titeket, és örülnek, hogy Frigyes is itt volt, és hát, ha még a segítségetekre tud válni. Na, szuper, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, nagy tapasztalat volt, ezért mondom nektek, kedves nézőm, drága nézőm, hogy a személyes találkozások a lényeg, ezt nem csak én nem mondom, hanem nálam már sokkal okosabb emberek is, úgyhogy hajrá, és akkor nem sokára remélhetőleg, ha ők is úgy akarják, akkor lehet, hogy még fogunk innen egyszer-kétszer bejelentkezni. Csak.